ahol befóliáznak könyveket, vagy van egy ilyen nagyon vastag, buta, soviniszta diskurzus, ott azért nehezen áll fel nekem az, hogy egyébként te valami zárványban, egyetemen, akárhol, kutatóműhelyben, te valami releváns kritikát adsz át. A most jövő következő vendégével a kultúrai szféra állapotáról, a Fidesz dominanciájáról, női, illetve értelmiségi szerepekről, valamint a rendszeren kívüli létezésről is beszélgettünk. Interjú Oltai Katával, az egyik legismertebb magyar művészettörténésszel. Mielőtt megnéznétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornánkra. Szakmád szerint művészettörténész vagy, dolgoztál kurátorként, nem annyira régen női szabónak tanultál, és ha jól tudom, akkor definiáltad már magadat kulturális munkásként, illetve butikosként is. Ezekhez képest nekem az a talán meglepőnek nevezhető helyzet, hogy gyakorlatilag majdnem minden hónapban adsz egy kisebb-nagyobb interjút valahol, elég gyakran szerepelsz a médiában, sok megjelenésed van, hogy ezt a alapszakmádhoz képest nagyobb népszerűséget te hogyan éled meg? Igen, egyébként ez egy fura jelenség, pláne úgy, hogy mondjuk itt 10-ből 8 dologra inkább nemet mondok, szóval az képest is, meg neked is exkuzáltam magam, hogy biztos, hogy jó döntés. Hát nézd, szóval most is egyébként így gondolom, de amikor mondjuk kezdtem a pályámat, vagy jobban látható voltam, akkor mondjuk kimondottan akár a feminista meggyőződésből, akár abból, hogy az látható volt, hogy mondjuk egy nagyobb nyilvánosságban, amikor közben belül mondjuk egy művészeti diskurzusban állandóan probléma volt, hogy hogyan lehetne láthatni azt, hogy mi zajlik a mi szakmánkban, hogy hogyan lehetne nagyobb társadalmi érdeklődést, a belső működést jobban megértetni, hogy hogyan lehet közönséget szerezni koncentrikusan. Szóval, hogy volt egy csomó olyan kérdés, vagy igény, amihez képest én azt érzékeltem, hogy azt a felelősséget viszont senki nem vállalja, hogy akkor elkezdjen beszélni, megmutassa az arcát, igent mondjon olyan dolgokra, amik mondjuk 15 évet teljesen nem voltak adekváltak. Például az, hogy egy női magazinba szerepeljél. Tehát, hogy azért ez egy nagyon férfi fogalmak által dominált szakma volt, amiben megérkeztem fiatal nőként, úgyhogy én feminista kritikából írtam a szakdolgozatomat. Tehát, hogy volt egy olyan igény, ami aztán kilépve még inkább a szakmába, valahol sehol nem csapódott le. Uh-huh. Hogy nézhet ki egy értelmiségi nő? Mi van egy fiatal értelmiségi nő pozíciójában? Mi lehet? Mikor kezdett el beszélni, mikor figyelnek rá, és nem a testére, vagy a fiatalságára, vagy stb. Szóval volt egy csomó olyan kérdés, amiben szerintem baromi fontos volt, hogy mondjuk legyen arca annak, aki mondani akar valamit. És tulajdonképpen szerintem pont e felé ment el inkább a világ, hogy ez a fajta személyesség, vagy ez a személyes vállalás, ami sokszor sokkal kitettebbé tesz, sokszor meg sokkal jobban megérti, hogy miért és mit csinálsz, kivel csinálod. Egyszerűen jobban bevonz egy kiállítás embereket, vagy bármilyen más témára, ami mondjuk egy társadalmi ügy. Szóval ezeknek mind nagyon erős személyes kapcsolódásai vannak. És valószínűleg az, hogy én ezt korábban elkezdtem. De mondjuk most, de hogy van, hogy mondjuk így furán néztek rád, vagy akár néznek rád még pályatársak, vagy akik ebben a közegben mozognak, hogy azért egy sokkal láthatóbb és egy sokkal gyakrabban megszólaló szereplő arc vagy. Vagy hogy egyáltalán, vagy hogy az megfogalmazódik-e, hogy hát azért, aki mondjuk művészettel vagy kultúrával foglalkozik, akár szervezői menedzsment oldalon, hogy azért az miért van előtérben? Persze. Rövid válasz, ez persze. Uh-huh. És nem is mindig nagyon ilyen nyíltam, vagy úgy, hogy irítségből, vagy stb. Egyszerűen én azt gondolom, megint csak nem csak az anyaszakmámat tekintve, hanem azt a keretet is, ami inkább egy ilyen gondolkodási keret, hogy hol vannak a nők, hol vannak látható nők, kik azok a nők, akik megszólalnak, kikből lesznek példaképek, és most nem azért, mert magamat is ide sorolom, de az, hogy egy kicsit árnyalni azt, hogy
egyszerűen milyen mélységig ismerhető meg egy értelmiségi nő, szóval azért ez egy tök fontos szerep lett, és ez mondjuk a 70-es évektől is megvolt, nem nálunk, hanem mondjuk nemzetközileg, az, hogy valaki vállalja a véleményét, vállalja a cselekedeteit, hogy ennek nem egyértelműen egy ilyen branding, vagy ilyen én építés oldala van, tehát hogy én soha nem vettem be azt a kanyart, hogy akkor ebből mondjuk valami gazdasági hasznom van, tehát nem kezdtem el reklámozni márkákat, vagy termékeket, egyébként bevehettem volna, tehát hogy ez is ilyen tök érdekes dolog, hogy alapvetően tényleg művészi történészként azért szóval nem egyértelmű, hogy nem tudom, most konkrét termékek nélkül, de hogy mondjuk márkák látnak abba fantáziát, hogy ráadásul úgy, hogy nekem van egy nagyon erős közéleti véleményem, hogy ez a csomag, ez mondjuk már például még egy magyar társadalmi szinten is gazdasági erővel bírhat, bármekkorával. De ez egyébként így van, tehát hogy én is azt érzem. Hát mert nem érzem ezt a szerepemnek, meg akkor pont elvenni azt a kapitalizmus kritikát, vagy azt a fajta cikázást abban a rendszerben, amiben sokkal kötöttebb vagy, hogyha bizonyos szempontok, vagy beszédmódok, vagy vizuális világok benyelnek. Szóval, hogyha ezt ennek mondjuk így valamennyire utat enged, nem azt mondom, hogy teljesen ellenemre van, de mondjuk az a szintje, ahol mondjuk úgy vizuálisan, úgy tartalmában átjöhet az, amit valóban te képviselsz, és nem egy ilyen nettó ajánlás. Szóval ez a kombó, ami számomra izgalmas szakmailag, vagy emberileg, ez azért még így nem létezik, vagy már nem létezik, vagy ahhoz túl gyors, tudod, ez a piac, hogy pelenkát, vagy akármit így gyorsan be lehessen így éleszteni egy keretbe. De amúgy szerintem, tehát pont az, amit szakmailag is gondolok, hogy ezek a dobozok nincsenek külön, politika, gazdaság, kulturális konstrukciók, stb. Szóval ennek abszolút része az is, hogy szerepet válasz egy csomó mindenben. Interjúban, kérdésekben, nem tudom, nem. Szóval ez, szerintem ez leválaszthatatlan. Ugye azt pont mondtad, hogy 10-ből 8 megkeresésre így is nemet szoktál mondani, miközben ugye az látszik, hogy azért elég sok helyen pedig ott vagy, hogy mondjuk mi az, amire nemet mondasz, ami már mondjuk akár ilyen szint, vagy bármi szempontból? Hát eleve vannak bizonyos platformok, amiknek a genezise, vagy a működése, vagy a fenntartója azt kizárja, hogy részt vegyek benne, és szerintem pont ez az, ami egy komoly szintet lépett, hogy mondjuk azok a nagyon egyértelműen kormánypárti és mondjuk egy erősen jobboldali, konzervatív diskurzus generáló platformok mellett lett egy ilyen tök jól képített, látszólagos, kritikus, sokfajta nézőpontot, és nem egy oldalt képviselő, egy ilyen nagyon raffinált szürke zóna, amit egész meglepő módon nagyon sokan használnak. És általában az ellenér, vagy az a mellette szóló érv, hogy ha még ott se, akkor viszont hol van a láthatóság. De szerintem nem szabad, szóval nem szabad egyszerűen a kreditet adni azoknak a platformoknak, amik mondjuk melléd vagy utána tesznek aztán egy nem tudom, MCC-s, vagy Mandineres, vagy hasonló figurát, és akkor látszólag ugye az jön ki, hogy itt tulajdonképpen mindenki megszólalhat, létezik ez is, létezik az is. Egy olyan országban élünk, ahol virágozhat minden virág, és nem tudom, mindenkinek lehet hangja. Szóval ez szerintem most az egyik legfontosabb kulturális feladat lehet az, hogy tök egyértelműen állítsuk azt, hogy mi mellett tesszük le a voksunkat. Kettő korábbi nyilatkozatodat kapcsolnám össze, úgy fogalmaztál, hogy számodra fontos emberek véleményére adsz, és ők mind felálltak, és nem vesznek részt abban, ami van. És azt is mondtad, hogy közben pedig a szellemi társait közül sokan elmennek külföldre. És hogy benned mondjuk akár ez a dilemma, ez volt, hogy megfogalmazódott, hogy mondjuk külföldön lehet, hogy könnyebb, jobb, akármilyen komfortosabb életed lehetne. Még mellé tennénk egy ilyen harmadik csoportot, akik intézményben dolgoznak, vagy valamilyen pozícióban, és szellemi társaim, és nagyon kimerültek, vagy apatikusak.
Ezt most is tartom, szóval szerintem van egy nagyon erős, számomra igen, nagyon sok ember elhagyta azokat a pozíciókat, amik szerintem fontos szellemi műhelyek voltak, és pont abban a szabban a nagyon lassan építkező, és szerintem ennek nagyon fontos helyi értéke van az, hogy egy értelmiségi munka, meg az a kulturális, vagy az erre épülő kulturális szinterek, azok például generációsan, hogy adnak át tapasztalatot, hogy szocializálódsz, teljesen egyszerű dolgokba, hogy szólítasz meg valakit, amikor felkéred valamire nemzetközileg, stb. Szóval ezek tök alap dolgok voltak, amiknek fontos része volt az, hogy különböző generációk vesznek ebbe részt. Ez szerintem most lényegileg tűnt el a kulturális közegnek abból a részéből, ahol én dolgoztam. Nagyon sok fiatal ember dolgozik, első munkahelyként chief vagy fő pozíciókban. Szerintem ilyet nem szabad elvállalni, bármekkora is vágya annak, hogy beszéljen valaki. Nagyon sokan mentek el, vagy ingáznak, és hát azt sem rejtettem egyszer se vék alá, hogy igen, én is azt gondolom, hogy mi korábban nagyon sok feladatot, inspiráló feladatot, aminek neki lehet feszülni, és hogy alkatilag, meg érdeklődésben, meg beszédmódban hozzám közel áll az, hogy olyan szerepet vállaljak, amiben neki kell feszülni dolgoknak. De az, amikor teljesen stupid módon személyeskedve vagy az egész kulturális diskurzust egy rendkívül primitív szintre lenyomva, és ebben mondjuk így kvázi az az oldal, akit azt gondolná, hogy csak elszenvedi, nem pedig egyetért vele, és mondjuk ott van, mert onnan kap fizetés, stb., de oké, elszenvedi. Szóval még az is ráadásul mondjuk effektív tapsol neki, vagy elfogadja, szóval az már egy olyan helyzet, ahol azért nehezen látom azt, hogy mi mindennek kellene neki feszülni, és azért szeretnék... Most az Elsimonnak a megtapsolására? Hát az számra az egy olyan fekete mély gyászpontja annak, hogy mégis mit értünk meg ebből a rendszerből, hogy nekem azért az elmúlt 10 évben, bár sok lehetne, azért ez valahol tényleg ott van a top 3-ban. Uh-huh. Szóval, hogy másfajta összetettségre, másfajta nekifeszülésre, másfajta terepre vágyom, és itt nem az, hogy azt gondolom, hogy minden sokkal jobb máshol, hanem másfajta problémákra vágyom, ez egyszerűen ebből adódik. Nem érzem azt, hogy azok a dolgok, amikről én szeretnék beszélni, vagy beszéltem eddig, és ilyenek a női témák is, azok össze tudnának adódni, hanem hogy visszafelé megyünk, és olyan alap dolgokat kellene megmagyarázni, amik egyszerűen, szóval, hogy még 20 évvel ezelőtti szinten voltak valaha. De akkor emiatt most azt mondod, hogy benne van egyébként a fejedben valamilyen hát szinten aktívan? Persze, nagyon egész konkrétan meg tudom fogalmazni, hogy mikortól nagyon aktívan. Ez a családban így állandóan feljön. Én vagyok az, aki mennék. A Zsolt, a férjem az, aki nem tart még itt. Meg valószínűleg mondjuk az ő szakmáját tekintve ez talán lehet, hogy nehezebb is. Biztosan. De én már nem is így tételezem ezt a kérdést, tudod, hogy most az, hogy kurátorként mit tudnék csinálni máshol, mert ebből is egy csomó mindent elengedtem, hanem egyszerűen egy ilyen teljesen nettó emberi szintje, hogy milyen társadalomban akarok élni, például ez a társadalom hogy viszonyul az épített környezetéhez, mit látok, ha kilépek az utcára, milyen színű embereket látok, mi fogad, ha belépek egy boltba, milyen kiállításokra tudok bemenni, mint közönség, mint fogadó, milyen könyvesboltokba, mi jut el, mi az a szintje, ami tudod, egy ilyen tök egyszerű szintje, még nem is az az aktív szintje, ahol te belépsz, mint egy szakmai szereplő, hanem mint egy ilyen nettó állampolgár, ki tudod futtatni azt, hogy hogy élsz, és az mi mindenre rezonál. De és ez mióta van benned?
az, hogy mennél? Hát ez 2017 decembere. Aztán elég régóta, és mindig itt vagyunk. De szóval olyan típus is vagyok, aki egyébként feltalálja magát sok helyzetbe. Tehát nem azon, hogy folyamatosan nézegetem a képeket más városokról, és nem tudom mi. De nyilván életkorilag is, tehát az, hogy most 44 éves vagyok, és az, hogy mondjuk itt Magyarországon 44 éves nőként mit gondolhatok még, hogy mennyi van benne, vagy mi minden van még előttem, az mondjuk egy sokkal tompább horizont, mint amit máshol gondolhatnék arról, hogy 44 éves nőként egy csomó végzettséggel, egy csomó tapasztalattal hova léphetek el. És mondjuk az értelmiségi felelősségről, vagy a szerepvállalásról, tehát hogy egyáltalán nem szemrehenyesként, csak gondolom ez a dilemma, ez akár benned is megfogalmazódik, hogy... Mi ez hazárulás? Ami hát lenni. Én azért ezt a kifejezést ezt így nem használtam volna. Nem, csak hogy nyilván azért ilyenkor felmerülhet akár az is, hogy valaki, aki azért gondol valamit kritikus, stb., hogy azt mondja, hogy akkor inkább elmegy, és hogy minél többen gondolkodnak így, az nyilván az otthagyja azokat az embereket abban a közösségben, akik mondjuk nem biztos, hogy olyan horizonttal rendelkeznek, meg olyan perspektívákkal, ami akár előre tud mozdítani ügyeket és témákat. Igen, értem, és tudom, hogy ez egy valid diskurzus, de közben... Szóval közben meg azt is látni kell valakinek, például nekem, hogy mondjuk az, amiket én elvárok, mint mondjuk ilyen etikai vagy erkölcsi minimum, az láthatólag, tehát amit én tapasztalok, nagyon sok emberre rezonál, tehát egész meglepő módon, nagyon tágan, életkorilag, kamaszoktól kezdve nagyon idős emberekig, vidéken, fővárosban, szóval egy nagyon tág, ilyen társadalmi spektrumot befog, de hogy közben meg abban a közegben, ami mondjuk így az anyaközegem, valahogy átíródtak ezek a dolgok, és egyre többször azt érzem, hogy olyan dolgokat vindikálok, amik már nincsenek. Tehát, hogy már felállt egy... Tehát, ha most így ismeretelméletileg nézed, akkor én egy ilyen csökötkező dinoszaurusz vagyok, aki olyan állatokat próbál megfogni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy lassan éhen halok, tudod, mert tovább ment már az a szisztéma, ami lehet, hogy egy természetes folyamat, kérdés, hogy ezt figyelembe kell venni, hogy ha megváltoztak ezek a viszonyok, amit mondjuk egy művészeti közeg magáról állít, hogy ezek a belépési minimumok, ez a működési minimum, ezt nem szabad felhozni, stb. Szóval ez egy nagyon komoly dolgok nem látszódnak kívülről, akkor meddig hangoztathatod azt, hogy te amúgy egy csomó mindent csináltál, meg van egy végzettséged, de hol van ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg nem tudom mi. Hogy érted, hogy valahogy egy csomószor van inkább az érzésem, hogy egyáltalán nem rezonál, vagy senki úgy nem kéri számon azokat a dolgokat. Persze mindig előbukkannak emberek, de hogy nagy egészében az, ahogy működik most a művészeti közeg, az nem kéri számon, nem tartja fontosnak azokat, amiket én igen. Nem ad neki hangot, jól megvan, felállt valami, ami jól működik, egy csomó pénz van benne, végtelen pénz van benne. Tapsolnak, díjakat adnak ki, stb. Szóval... De az, amit mondtál, hogy nagyon sok minden nem látszik kívülről, hogy most ugye volt az egész ilyen Elsimon ügy, akkor utána a Néprajzi Múzeum, ugye egy brazil fotóművésznek a képeit az fekete szalaggal és biztonsági emberrel választottál, azt már ugye így önként, tehát nem egy külső felszólítás vagy politikai nyomás hatására, vagy nem volt látható nyomás, hogy szerinted ilyen mechanizmusok alacsonyabb szinten, akár kurátorként, akár, tehát az öncenzúra és az ilyen megfelelni akarás, ez mondjuk abban a szférában, ez tetten érhető? Szerintem igen. Tehát ugye az mondjuk ez így jól látszik, hogy például mondjuk én ilyen nagy intézményben már nem is csinálok kiállítást, nem is hívnak már, tehát hogy annyi ütközésem volt. Egy darabig sokkal fontosabbnak tartottam, hogy
És ez nagyon definitíven látszik szerintem belülről, hogy 2018 előtt és 2018 után a különböző intézmények, ahová ilyen-olyan lojalitásból kerültek vezetők, hogy álltak hozzá ahhoz, hogy mégis mit akarnak kihozni egy intézményből, vagy hogy kapcsolódik, vagy mégis milyen dolgok fontosak, még van közti. És ez egy nagyon éles váltás volt, aminek van egy olyan lecsapódása is, ami tetten érhető volt a különböző ilyen kultúrharc diskurzusok, és hogy ami azután jött. És akkor ez egy nagyon komoly, gellert vett, hogy milyen szereplők, milyen hangsúllyal szabják meg, hogy ki, hogy, mint, micsodát. És már nem az számít, hogy esetleg valóban felálljon egy jó szakmai kiállítás, és akkor mondjuk sok ember bejöjjön, és akkor ezzel mondjuk az adott vezető kvázi elfogadja, vagy elfogadtatja magát, hogy az intézménye sikeres, a vezetése sikeres, hanem egy nagyot fordult az egész. Arra vissza akarok még kérdezni, hogy mondtad, hogy 2017. december a konkrét pillanat, amikor ez így megfogad benned, hogy elmennél külföldre, vagy jobb lenne külföldre, hogy azt elmondod, hogy mi történt akkor konkrétan? Igen. Akkor nyílt egy kiállítás, amit még a Kapa Központban csináltam, a Golden Boundaries címmel, ami a kamaszkorról szólt, vagy hát ilyen youth culture, ami egyszerre szóval játszottam azzal, hogy van egy ilyen konstrukció, ami nálunk nem nagyon jön át, mert egyszerűen ez a terminológia mást jelent, hogy mi az a kultúra, mindaz, ami mondjuk egy életkorhoz kapcsolódik, de hogy pont ez a kamaszkor, ami egy ilyen tranzit időszak, a gyerekkor és a felnőttkor között egy ilyen iszonyatosan jó terepnek bizonyult, hogy olyan témákról is beszéljek, amik explicit mondjuk már akkor is kizártak voltak. A felmutatható, nem tudom, címkézett diskurzusból, nyilván itt gender kérdések, vagy meleg kérdés, vagy stb., de hogy egy csomó aspektusa volt, tehát nem erre volt kiegyezve, de hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon népszerű kiállítás volt, és szuper nemzetközi művészekkel dolgoztam, szuper emberekkel, nagyon nagy nevekkel, nagyon fiatalokkal is, ez egy nagyon jó anyag volt egyébként, és nagyon szerettem dolgozni azzal az összességgel, és akkor valahogy úgy megéreztem azt, hogy igazából én ezt szeretném csinálni, és hogy erre nem lesz módom. Tehát, hogy ez olyasmi, amit így egyszer így 19-re lapot húzol, de hogy az egész, ami felé szippantódunk be. Tehát konkrétan volt például egy ilyen nagyon sok interjú volt, mert tényleg nagyon látogatott kiállítás volt, és akkor még ugye létezett a Magyar Idők, és akkor jött egy hölgy, és persze nyilván mindenkivel szóba állsz. Tehát ez egy tök fontos szerep, hogy ha abban a pozícióban vagy, ahol egy kiállítási ügyet akarsz átadni, és mondjuk pont ezzel játszol, hogy valamiben behívsz valakit, aki azt gondolja, hogy, és akkor közben egy csomó minden feltárul. Tehát, hogy elkezdtem neki erről beszélni, hogy mi mindenről szól, meg mik ezek a konstrukciók, amik mondjuk kimaradnak, nem láthatóak, de hogy ez meg az, meg amaz, és akkor így tehát hogy így tette le, tudod, így a tollát, és így még hallgatod, de hogy nyilván sose jelent meg, vagy volt Petőfi TV, arra emlékszem, és akkor direkt egy olyan polót vettem fel, amin a Legalize Gay volt felírva, és volt rajtam egy, mit tudom én, zakó, vagy kardigán, és akkor így mentünk, tudod, így a termekbe, és tényleg szuper művészek, vagy fotók, meg installáció, meg nem tudom mi, és akkor így valahogy így a tizedik percnél vagy álljunk le, és akkor nem tudnám összekapcsolni a kardigánomat, mert hogy ez egy politikai állítás, tehát ez így elhangzott, hogy ez egy politikai állítás, és mondom, hogy nem. És akkor fel kellett hívni a nem tudom, főszerkesztőt, a szerkesztőt, vagy nem tudom kit, egy felettes valakit megkérdezni, és szerintem nem is ment le az egész. Tehát onnantól úgy vettek, hogy így. És akkor tudod, ezek így mind-mind oda kulmináltak, hogy,
hogy tudod, ilyen fantasztikus emberekkel vagy ott a világ minden tájáról, tehát Grúziától, nem tudom, Londonig, meg, és hogy így egyszerűen nem is tudod átadni nekik, hogy, hogy mi az, ami itt mondjuk a fotói kapcsán elindul, és mi az a stupiditás, amiben részt kellene venned, vagy tök nagy energiákkal elkezdeni játszani, kijátszani, nem tudom mi, de azt se tudod végtelenségig. Szóval, hogy az, ami szerintem egy intézményi feladat lenne, hogy állít, hogy enged szabadon összekapcsolni dolgokat, szóval azért gondolom azt, hogy, vagy azért mondom azt, hogy kurátor vagyok, még akkor is, hogyha nem vagyok aktívan kiállításkészítő, mert ez egy olyan gondolkodási setup, hogy bizonyos privát témákat, privát képeket adott esetben betolsz a társadalmi térbe, és lehetőséget adsz arra, hogy kíváncsiak legyenek rá. Ez egy tök fontos szerep. Ha ezt ebből kivesszük, vagy valahogy befolyásoljuk bármilyen szinten, kordonnal, vagy elhallgatva azt, hogy minden nem kerülhetett ki, mert, de azért egy kicsit olyan kritikus is, vagy kicsit azért ilyen női szempont is, de azt azért nem mondjuk, hogy feminista. Szóval érted, ezek mind olyan dolgok, amik egyébként, ha egy ilyen minimum standardhez ragaszkodsz, amiben mondjuk én szocializálódtam, akkor azért ezek bevehetetlenek. Szóval ott akkor nagyon megéreztem, hogy így, ilyen formában, ilyen emberekkel, ilyen kaliberű emberekkel biztos, hogy nem csinálhatok több ekkora kiállítást. És hát így is lett végül is. Tehát nem is csináltam olyan volumenű intézményi projektet, és szerintem nem is fogok, ez tök egyértelmű. De azért mondjuk-e, hogy vannak nagyon fantasztikus intézmények, még most fővárosi vezetés alatt, ahol azért nagyon sok ember kapott otthont, akinek a gondolkodása fantasztikus, szóval nem egy ilyen általános látképet adnék, de rendkívül finanszírozott, és nagyon sokan vannak ahhoz a standardhez ragaszkodó szakmabeliek, hogy mondjuk így bőven terepet adjanak azoknak, akik még így gondolkoznak. Kicsit egyébként a velük kapcsolatos a kérdésem, hogy, hogy azt is említette egy interjúban, hogy azért te szoktál beszélgetni olyan emberekkel, akik még így benne vannak a hivatalos intézményeken belül, viszont azért az a tapasztalásod, hogy, hogy elnémultak, vagy csendben maradtak, vagy kifizették őket, hogy, igen, szóval ezt mondjuk így mennyire lehet konkretizálni, hogy, hogy valaki egyébként tök jó szakember, de azért benne dolgozik egy intézményben, ahol egyébként így folyamatosan szűkülnek a keretek, vagy ezt hogy kell elképzelni? Ezt én nem tudom feloldani, mert itt, hogy nagyon sok nyilván ahhoz mértem, hogy mennyire inkább barátomként, vagy fontos szakmai kapcsolatként tételezem, szóval a mélységétől függ ezeknek a beszélgetéseknek, de nem tudok választ találni. Tehát az is egyértelmű, hogy, hogy mindenki nem választhat olyan utat, mint én. De miért egyébként? Hát alkatilag főleg azt is valahol megértem, bár ugye azért, szóval, hogy talán már erről nincs szó, hogy belülről bomlasztani egy rendszert, bár ez szerintem sosem működött alapvetően, de az, hogy mondjuk bizonyos, és tulajdonképpen szerintem ez jól látszik azokban a diskurzusokban, amik az egyetemi modellváltások mentén zajlottak, egyetemi oktatók részéről nagyon különböző szinteken, tehát az adjunktustól az egyetemi tanárig más az, amiben, amiért fontosnak tartja, hogy ne hagyja magára a diákjait, ne hagyjon magára egy ügyet, gondolkozzon valami keretben, ami láthatólag valami folytonosságot biztosít, és valahol én ezt látom az intézmény szereplőkben is, hogy bár azt gondolom, hogy nagyon sok ebben az egyéni ambíció is, amit ez nem egy pejoratív kategória, tehát ez azért alapvetően egy csomó szerepkör arra épül, hogy valaki kötődjön egy gyűjteményhez, egy gyűjteményépítéshez, egy kutatómunkához, aminek keretek kellenek. Szóval ezt a részét teljesen értem. Szerintem, amiben nagyot változott az egész, hogy hova nyúlt ki mindez abba a
a batársadalmi térbe megint, ahol szerintem felelősségünk lenne, ahol számomra már felülírja az egyéni ambíció, kutatói, tanár és a többi pályaképeknek, vagy felelősségnek meg a szintjét, tehát érted, ahol befúliáznak könyveket, vagy van egy ilyen nagyon vastag, buta, soviniszta diskurzus, ott azért nehezen áll fel nekem az, hogy egyébként te valami zárványban, egyetemen, akárhol, kutatóműhelyben te valami releváns kritikát adsz át. Például azt is látom, egy hely van még, ahol vállalok, vagy vállaltam, vagy válni fog kurzusokat, ez az ELTE, ami nem modellváltó, még az ELTE média tanszékén. Szóval, hogy óriási a zavar, és engem is nagyon sok fiatal keres meg, aki végez valamilyen egyetemen, és akkor így nem tudja, hogy merre. Hogy mondjuk kap egy kritikai attitűdöt, és az, hogy az Istenbe fordítsa le arra, hogy cselekedjen, és kivel álljon szóba. És azért hamar átmosódnak ezek, hogy hát végül is valahol el kell kezdeni, tudod, nagyjából egy centi termőföld nincs, ahol gyökeret verjenek. De és az nem lehet egyébként egy valid indok, mondjuk akár valaki egy modellváltó egyetemen kutat, dolgozik, vannak diákjai, hogy hát nyilván tehát nincs olyan nap alatt, tehát ez is valószínűleg nagyon sokszor lejátszódott már emberekben, főleg, hogyha értelmiségi munkát végeznek, hogy de azt a kis pici területet még én még védem, ott még nem szólnak bele, én még a diákjaimnak azt mondok el, amit szeretnék, tehát azt, hogy mondjuk a fenntartó és az alapítványnak a tudom, kuratóriumában már csak kormánypárti ilyen-olyan emberkék ülnek, de attól függetlenül én a munkámat azt még el tudom jól végezni. Vagy hát megpróbálom. De, valid. És nem is, már egyáltalán nem szállok vitába szinte senkivel. Néha véletlenül valahogy ez így túlcsordul, de akkor is előbb-utóbb elnézést kérek, hogy tökre a te ügyed. Tehát már nem látom, hogy ezt nagyon nehéz monolit, nagy tehetetlenségű rendszert, ezt így ki lehetne mozdítani. Szerintem egyébként nem, tehát az én szellemi setupom az azért arra áll fel, ami egyébként a status quo-t minden szempontból, vagy különböző szempontokból megkérdőjelező különböző mozgalmaké, amilyen a feminizmus is, hogy az, hogy honnan beszélsz, az hozzáadódik ahhoz, amit mondasz. Ez egy tök fontos alapvetés volt, hogy mondjuk azok, akik akár kisebbségi jogokról, fekete jogokról, női szempontról, meleg jogokról, stb. Kezdtek el nagyon kritikusan beszélni, miért nem hagyták, hogy valami sokkal nagyobb privilégiummal daráló rendszerrel, intézményi tekintéllyel bíró helyek felszívják a hangjukat, és valami másra használják föl. Szóval ez egy ilyen alapvetés volt, egy csomó egyéni egzisztenciális vállalással, és nekem mondjuk ez az út, meg ez a fajta vállalás az, amit magaménak érzek, vagy sokkal inkább érzek magaménak, vállalhatónak ez a keret, de vannak másfajta keretek is, és mondom, azért nem vagyok ilyen extrém mód kritikus, mert megértem, hogy vannak más keretek, szerintem azonban nem azt mutatja az ábra, hogy aztán ez a fajta belső valamilyen működés, ez aztán lecsapódik később bármilyen szinten, ami a nagy egészre kihalt. A nagy egészre inkább azt ad ki, hogy mondjuk egy diáknak, ha egy mestere, egy tanára elfogadja azt, hogy valahogy így, tudod, egy ilyen belső beszédmódban neki feszül, de egyébként elfogadja azt a nagy fizetést. Már nem tudom, hogy nagyon nagy különbségek vannak az egyetemek között, modellváltó egyetemek között, de alapvetően azért arról van szó, hogy extrém lehetőségek és privilégiumok járnak azzal, hogy ne ágálj a rendszer ellen. Szóval, és itt minden a fűtésig, érted? Szóval már az egy kérdés lehet, hogy hol van fűtés, rendes fűtés, hol nincs, hol. Vannak rendes terek, világítás, nem tudom, rendes padók, infrastruktúra, nem tudom mi. Olyan fizetések, olyan doktorandusz ösztöndíjak, stb., amik aztán nagyon megkönnyítik azt, hogy tényleg mind gondolkozol, mit teszel le, milyen projektet teszel le, stb., hogy veszel részt mondjuk
mondjuk például egy ilyen Veszprém kulturális főváros projektbe, az is szerintem egy tök érdekes dolog, hogy akkor most itt van egy ilyen projekt, amit az a figura vezet, az ő nevével fémjelzett, ő a helyi nagyura ennek a régiónak, ráadásul nagyon régóta nagyon komoly befolyása van a kulturális területre, formálisan és informálisan. Lehet-e azt mondani, hogy beállsz egy ilyen ernyőbe? Abban a helyzetben, amikor politikailag ez a figura az, aki tárgyal az Európai Uniós pénzekért és a... Elég sokan, jól láttam, akkor vállaltak ebben kisebb-nagyobb szerepet. Ugye pont voltunk az Inatal Fesztiválon is forgatni, ami nekem azért volt izgalmas, mert hogy az például az úgy tűnt, és nyilván ez kicsit megint mutatja az egész helyzetnek szerintem a komplexségét, hogy egy szervezőgárda tök szabadon, most azt nem tudom, hogy arról beszéltek-e pont, amiről akartak, hogy valami kimaradt-e, de hogy közben meg ezrével jöttek oda a fiatalok a környékről, meg akár Budapestről is, és hogy így pont az hangzott el sok résztvevőnek a szájából, hogy de jó, hogy végre olyanra költik a pénzünket, amiben mi is részt tudunk venni örömmel. Ezt értem, de szerintem ebből a képletből kivonódik az, hogy alapvetően ez a kulturális diskurzus, ez nem egy ilyen helyes, jópofa dolog, ahol néha megengednek azt is, hogy akkor ilyen dolgokra költség, és akkor ott ne legyen narancsszínű minden, hanem alapvetően tök jó patika mérlegen belövi azt, hogy egyébként aki meg mást gondol, annak viszont semmilyen lehetősége ne legyen. Tehát még ugye nemzetközi pénzeket se pályázni, tehát azért nem olyan könnyű még itthon se feltétlenül nemzetközi pénzekből dolgozni, meg miért is, meg hogyan, meg ugye van egy olyan diskurzus a világban, ami a fejlett globális északról, ahová elvileg mi is tartozunk, és egy sokkal inkább támogatandó globális délről beszél, ami egy ilyen Ázsia, Afrika, Dél-Amerika tengely. Alapvetően oda mennek a pénzek, tök jogosan szerintem. Szóval én nem így látom, tehát ha nem ez lenne az egész diskurzus lényege, hogy vannak ilyen nem egyértelmű szerepvállalásra késztető gesztusai, amik viszont soha nem férnek be azok, akik viszont máshogy akarnak beszélni, lényegileg máshogy, vagy lényegileg kritizálják. Tehát azok azért, akik extrém módra viszik, azok totál meg vannak szégyenítve, kiírva, nem tudom mi, azért ez jól látszódott szerintem. Mondjuk a Schillingék példáján, tehát mondjuk képzőművészeti területen nem tudok egyáltalán egy hangos és konzekvens figurát mondani, de mondjuk a színházban vagy a filmben ott azért tök látszik, hogy milyen típusú, tehát hogy a rendszer hogy működik, tehát nem, ez azért egy ilyen bizonyos szemellenző úgy nézni, hogy szerintem, tehát hogy ahogy mondtad, nagyon összetett ez a kérdés, de hogy meg kell választani azért azt, hogy milyen szempontból nézel rá erre. Tehát szerintem ez számomra nem lett volna például, engem shiftok bizonyos projektekbe, de szerintem nem áll föl az a rendszer, hogy egy ilyen európér megengedő, nem tudom mi, nyitott dolognak tűnő valami pont azért legyen eladva egy olyan történelmi pillanatban, amikor arról van szó, hogy egyébként mindenhol, ahol lehet, korlátozva van a szabad gondolkodás, nyilván kell egy ilyen projekt, amit rásul az a fickó visz, aki ezért tárgyal. Tehát, hogy azért ez egy egyszerű szillogizmussal leírható, nem? És értem, hogy ennek netto ott az a haszna, hogy van egy fesztivál, vagy tök jó könyvek, vagy egyébként tök szuper projektek, csak szerintem egy nagy egészben nem oda visz ez az egész ügy, ahol pont a lényege fog megváltozni. Tehát, hogy én feláldoznám azt, hogy most jó dolgok szülessenek, azért, hogy egyszerűen ezt a fajta nagyon káros abuzív rendszert ne írtsuk ki, és hogy most már tényleg a kompromisszumok olyan hálója jött létre, hogy azért baromi nehéz ebben tisztán látni. Csak ugye nekem az is egy kérdésem, és volt erre is egy nyilatkozatod még korábban, hogy még azt nem próbáltuk ki, hogy mindenki egyszerre feláll, most akár mondjuk a kulturális intézményi rendszert nézve, és hogyha mondjuk nem a is fogjuk. Mosthoz kötöm, vagy akár ez a történet az, amiről beszéltünk, hogy attól, hogyha mondjuk senki nem vesz részt benne,
attól az vajon egyébként lehet azt gondolni, hogy az elindít valamilyen változást a nagy egészre nézve. Tehát, hogyha nem mennek oda, nem csinálják meg ezt a fesztivált, nem adják ki a könyvet, hogy attól vajon... Nézd, az én rendszeremben igen. Tehát többek között azért kezdett el működni az egyébként káder, hang és tehetséghiányos egyik oldalnak a diskurzusa, mert sikerült ösztöndíjakkal, szép projektpénzekkel, egyebekkel, soha nem látott költségvetésekkel, amire tényleg megértem. Tehát azt a részét megértem, hogy valaki nagyon szeretne dolgozni, én is. Én is kurvára szeretnék. Nagyon sokat tanultam, nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat tettem bele, én is szeretnék dolgozni, mint más is. De én nem gondolom, hogy ez a megoldás. Egyszerűen szóval, hogy tehát, hogy is, hogy megint ez egyfajta szóhasználat, ami az én gondolkodásomat fedi, de ez nem mindenhol van meg, hogyha, érted, van egy privilégiumod, például az, hogy tök sok pénzed van, vagy olyan projektbe hívnak, amiben tök sok pénzed van, azért ezt látnod kell, hogy ki mindenki nem rendelkezik ezzel, és az miért van. Szóval ez egy más típusú művészet vagy kultúra felfogás, más, sokkal kritikusabb dolog. Nagyon sok vonzata van, nincs hagyománya nálunk igazán, szerintem nem is lesz. Lehet, hogy nem is baj. Tehát, hogy még egyszer ennél sokkal felszabadítóbban gondolkozom arról, hogy most ez állt fel, ez tükröz egy csomó mindent, ami a társadalmi gondolkodás beszédmódot jelzi. Én tökre tudtam dimelni azt is, hogy mik az elvárásaim, hol érzem jól magam, hogy változtattam meg a saját fókuszomat arra, hogy például mik azok a helyszínek, amik érdekelnek, miért, mi az a társadalmi közeg, épített közeg, összesség, etnikailag, nem tudom, bárhogy, amiben jól érzem magam, szóval, hogy alapvetően van egy ilyen csótány természetem, és nem is gondolom, hogy nekem bármi járna, tudod, azért, mert nem tudom, ez meg az voltam, de hogy nem is nagyon hiszem, hogy lesz olyan válaszol az eredeti felvetésedre, hogy de ez inkább egy ilyen filozófiai dolog, amit azért mindig fenn kell tartani, hogy egyébként azért szóval azért lehetne olyan, hogy feláll így komplexen egy nem olyan nagy közeg. És akkor ennek nagyon sok szintje van, amire azt gondolom, hogy nagyon jótékony hatással lenne. Említetted, hogy annyira összetett kompromisszum háló alakult már ki, és nekem pont ez a kifejezésen gondolkodtam, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy a kompromisszumnak azért van egy pozitív, meg egy negatív jelentése is, tehát lehet ez a kompromisszumot kötök akár úgy saját magammal, hogy leadok, és hogy nem mondom el, és hogy tehát egy ilyen pejoratívan használva, hogy behúzom a nyakamat, és nem állok ki a saját gondolataimért és elveimért, meg hát nyilván van egy pozitív része is, mert hogy különben meg hogyan működne egy közösség, meg egy társadalom, mert hogy mindenki alkalmazkodik kicsit a másikhoz, hogy neked mondjuk most akkor, hogyha jól értem, te ezt már azért inkább azt érzed, hogy itt már egy nagyon negatívan begyűröző kompromisszumhálóról van szó. Hát igen, az semmiképp sem az gondolat. Tehát, hogy az általad említett két értelmezése, az mondjuk azt feltételezi, hogy az egyikben van egy olyan párbeszéd, ahol mondjuk mindenkinek felmérik az igényeit, és abból lesz egy olyan közös valamilyen folyamat által, amiben ezek kiegyenlítődnek. Azért azt látni kell, hogy nem ez zajlik, hanem az, hogy erőből, felülről semmilyen vitába, nettó, effektíve, szakmai szinten, hanem csak politikai és felső szinten résztvevő szereplők csorgatnak lefelé lehetőségeket. És ez azért nagyon más. Szóval ez nem olyan, ami... Azt a kompromisszumot hozza, hogy vagy ebben részt veszel, vagy nem. Tehát, hogy ez szerintem nagyon más a, hogy mondjam, az odajutás abban a két értelmezésben, és én nem látom, hogy itt egy ilyen nagy gomolygó megbeszélés által alakult volna ki az, hogy ki hol találja meg a szerepét, vagy egyáltalán lehet más, vagy másmilyen, vagy másik.
Szóval, hogy még idáig el se jutottunk. Még egy felvetésem lenne, ami kifejezetten a kulturális mezővel foglalkozik. Ugye nyilván azért azt lehet látni, hogy a Fidesz ilyen nagyon dominálja a hivatalos kultúrát, művészetet, jelen van mindenhova, belép és próbálja azt uralni, hogy ennek lehet, vagy van már akár szerinted pozitív hatása mondjuk az underground kultúrára? Na hát az is mindig nagyon nehezen látom, hogy van underground kultúra. Hogy van egyáltalán. Igen. Szerintem nekem például ez egy ilyen komoly csalódás volt. Nagyon sok, tehát azért minden rész művészeti területnek megvan a saját undergroundja, a saját alakulásával, a saját hangsúlyaival. És az, hogy mondjuk így a képzőművészeti undergroundról tulajdonképpen azért inkább az derült ki, hogy a törekvés iránya az inkább befelé van. Tehát, hogy nem az, hogy ez egy megint csak egy status quo, egy rendszer, egy működési vehemenciával szemben megfogalmazott másik lét, ami nem vágyik arra, hogy az elismerje, foglalkozzon vele, adjon valamit, beszippantsa, használja, nem tudom mi, hanem saját szabályok mentén működik. Tehát ez inkább egy ilyen counterculture, tehát amikor nem valami alatt fogalmazod magad, vagy azon kívül, hanem tényleg egy teljesen más inerciarendszert állítasz fel. Erről mondjuk kiderült, hogy ez így nincs, hanem elkezd a Nemzeti Bank vásárolni, meg az ő, nem tudom, farvizén úszó gazdag emberek, és akkor tulajdonképpen így megszűnik az, hogy tulajdonképpen mi volt a valódi, vagy árnyalódik, mondjuk ezt mondom, mi volt azoknak a munkáknak az alapja, amik akkor egy olyan rezsimben születtek, amikor valami ellen beszéltek, nagyon hasonló dolgok ellen, amik most zajlanak, de ott kívül maradtak, mert meg nem vették, meg nem kerültek, nem tudom, most viszont ezek megtörténnek, ezek a nagyon tipikus, hagyományos beforgatási, kanonizációs módszerek, akkor senkinek nincs egy rossz szava se, vagy nagyon keveseknek, vagy nem látszik nagyon az a... Szóval ilyen szempontból nehezen látom, hogy hol lenne például most underground képzővészeti szempontból. Van egy csomó entitás, inkább úgy mondom, szóval vannak emberek, figurák, még helyek is időszakosan, akik másról, máshogyan beszélnek, nem érdekli őket, az mi zajlik egy nagy terepen, és ez tök fontos szerintem az egész szempontjából, meg hogy ez mindig egy út, meg egy lehetőség, hogy erről ne vegyél tudomást, más legyen az irányod. De azért ugye az itt tök más dolog, hogy ez a közművelődési felelősség, ez nem csúszhat bele az undergroundba, tudod? Szóval ez továbbra is nagyon fontos fönntartani, hogy alapvetően egyébként a nemzetközi, kulturális és intézményi szintér az afelé mozdult el, hogy nagyon komoly önkritikával, önvizsgálattal, a saját szerepének, funkcióinak, berendezésének, gyűjteményezési policiának, a bérezésének, a gyakornoki, meg nem is tudom milyen ingyen munkás programjainak az átírásával. Szóval nagyon komoly önvizsgálaton megy át 5-8-10 éve, ki hol tart. És például ez egyáltalán nem látszik itthonról. Ez egy tök fontos szerep, hogy fogalmazza meg magát egy szereplő, aki egyébként nagyon nagy fajsúlya bír, és ezt számon kéne tartani, hogy ennek van igenis hosszú távú hatása. Szóval ezért tök fontos, és nagyon fontosnak tartom, hogy az undergroundban van, és a törekvési irányom nekem is mindig egy ilyen kiharapás, mert sokkal otthonosabb. De az, hogy mi lehetne, és mennyire izgalmas lehetne egy közművelődési feladat és funkció ezekkel a kritikai, önkritikai, vizsgálati elemekkel, szóval ez azért nagyon... Szóval ez például egy nagyon fájó dolog, és akkor ennek kihatása lesz más olyan kulturális területekre, mint az oktatás, nemzeti alaptanterv, szóval hogy annyi mindent mondhatnék, ami mind a kulturális terep beszédmód része. Milyen, hogy gondolunk, hogy ez is ilyen visszatérő témám, az egy idős generációra, hogy látjuk őket, mennyire
Szóval az egészségügyi problémákba szorulnak be, meg egy ilyen megalázó ilyen nyugdíjszázalékozásba. Tehát, hogy ez kb. Így a diskurzus terepe, hogy akkor most 13. havi nyugdíj, meg milyen inflációt követő nyugdíj emelés, azért ez elég szegény, és ez még a baloldali pártok részéről is ennyit gondolnak kb. Láthatóan, mint program egy idős generációról. Szóval ezek például mind olyan szerepek lehetnének, hogy intézmények hogyan vetnek fel témákat, hogyan árnyalnak, hogyan dobnak be olyan kérdéseket, amik lecsorognak társadalmi tevékenység, vagy akár jogi alkalmazás szintjére, hogy gondolkozik egy társadalom magáról. Szóval sajnos ezt a felelősséget nem tudom senkiről levenni. Nyáron úgy fogalmaztál, hogy két projektet viszel most. Az egyik a Tangó a Teleki téren, ami egy lokális kultúrával foglalkozik, hogyha most nagyon lecsupaszítva talán megállja a helyét, de nyugodtan egész is ki, hogyha ez így nem annyira pontos megfogalmazás. És viszont én most a másikról akarlak kérdezni, ami a női középkorúságról, mint kulturálisan láthatatlan társadalmi ügyről szól. Hogy ezt elmondod, hogy ez mit jelent pontosan? Oké, csak előtte még a Teleki tereset annyiban árnyalnám csak, hogy az egy ilyen, szóval most már ez egy két év alakuló projekt, amit alapvetően egy ilyen társadalmi projektként definiáltam, ami ahhoz kapcsolódik, hogy egy új helyet akarok nyitni, mindenféle bürokratikus akadállyal előttem, de hogy alapvetően arról szól, hogy hogyan lehetne egy olyan helyszínt, ami a Józsefváros egy külső része, a Teleki tér és környéke, mintaként bemutatni, használni egy csomó olyan fogalmat, jelenséget bevonni, és nagyon tágan. Tehát, hogy itt van egyrészt egy ilyen helytörténeti érdeklődés, ami szerintem baromi fontos, tehát az, hogy ez így nincs benne a vizuális kánonba se, de társadalmilag is egy ilyen nagyon sztereotipizált, tehát ilyen gyűjtőtégei a sztereotípiáknak. Szóval nagyon, mindegy, ez ilyen nagyon, nagyon, szerintem egy nagyon fontos dolog lehetne, hogy mi mindenre ad lehetőséget egy ilyen projekt. Most ez már két éve zajlik. Közben folyamatosan megy el az energiám, hogy miről érdemes még beszélni, meg mennyit lehet belerakni. És egy kicsit ez jellemzi azt is, amit mondtál arra a keretsztorira, ami régóta foglalkoztat, még a Covid előtt, ugye akkor én még vittem egy non-profit galériát, ahol először akartam egy ilyen első etapot. Szóval ez is egy ilyen tulajdonképpen ilyen mediális része, hogy mondjuk egy kulturális felvetést, hogy meg milyen szinteken kezdhetsz el bedolgozni egy kulturális köztudatba. És akkor még amúgy is azt gondolom, hogy például a dokumentumfilmes, kisfilmes vonal, még az animációst is, meg nyilván a játékfilmesnek is van egy része, amelyik iszonyatosan frissen és élően beszél a női topikokról, szóval messze elhúzott a vizuális kultúra más területei mellett nagyon sokban, szóval nagyon izgalmas filmek születnek, és akkor még ez egy olyan szándék volt, hogy az első ilyen felvetés, az egy olyan filmfesztivál lenne, ami alapvetően az időskorról szól, kiemelten arról, amit egyébként az idős nőként fogalmazunk meg, ami azért valahol 50 körül kezdődik, és itt nem egy ilyen medikális, nem tudom, tagolást figyelembe véve, hanem kulturálisan honnan tűnik el egy nő, honnan nem látható, honnan nem izgalmas egyáltalán. Ez azért testileg... érdekes, bocsánat, hogy mondjuk egy férfinál, meg ugye pont az a mondás, hogy hát az 50, hát ott még arany évek, még valaki, nem tudom, sportautót vásárol, új családot alapít, fiatalabb feleség, tehát hogy csak ami az ilyen mainstream. Igen. Benne van, egy 50 éves nő az meg... Igen, szóval ezek mind nagyon erős, hozzá. Abszolút, ezek nagyon erős ilyen kulturális konstrukciók, közben meg azért ugye tudod, tehát hogy még egy biológiailag is ugye kitágult az, hogy mennyi évet kell leélnünk, ki miben hisz, de mondjuk az egy ilyen alapvetés, hogy van itt egy fizikai létünk, és azért most már azért egy ilyen 80 körül, vagy 80 plusz az így adott, lehet. És akkor azért ez azt jelenti, hogy egy ilyen 30-40 évet
majdnem az életed felét nőként azt egy ilyen valamilyen fajta kiírtságba, úgyhogy azért az előtte lévő se egyszerű. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy ez egy ilyen tök jó, egyébként azt meg akarom csinálni valahogy, mert az lett volna a lényeg, egy olyan filmfesztivál, ami az öregkornak a kulturális konstrukcióról szól, és csak idős emberekkel dolgoznék benne, tehát ilyen nagyon lassan, arra kell ráhangolódnod, hogy lassan kapod meg a jegyedet valószínűleg, vagy el kell beszélgetni az adott valakivel, lassabban szolgálnak ki, tehát nem egy ilyen nagyon pörgő dologra készülni, hanem valahogy ezt így, ezt az egész konstellációt megteremteni, hogy amúgy, amit általában mindenki ilyen terhesnek él meg, hogy mondjuk ugyanazt a sztorit hallgatja kétszer, vagy háromszor, vagy miért állott útba, vagy tudod, hogy mindig, szóval nagyon szemét módon bánunk az idős emberekkel, mert vagy politikai karikatúráknak a célpontjai, vagy tényleg mindig útba vannak, tehát hogy... Na mindegy, szóval szerintem ez egy tök jó dolog, de ezt mindenképpen akarom egyszer csinálni, és akkor ebből nőtt ki, hogy összehívtam nagyon különböző aktorait ennek a terepnek, a kereskedelmi galeristától, nagy intézményen keresztül, vidéki, fővárosi, tehát vagy úgy szeretném, és erről nem tettem le még, úgy szeretném megcsinálni, hogy pont arra is rávilágít, hogy csak nők által vezetett helyeken, ahol részben ők is érintettek, részben azt a tapasztalatot is dokumentálni lehet, hogy mondjuk például egy kulturális és azonban egy művészeti közegben mennyire mást jelent az, hogy idősebb leszel, hogy ez egy kumulatív szakma, hogy mit értek el, mivel találkoztak fiatalabb korukban, azt ezek sincsenek így felvetve, mondjuk így gender szinten, hogy mit jelent nőnek lenni nagyon különböző intézményi vagy pozicionális struktúrákba. Szóval erről nem tettem le, egyszerűen nagyon sok minden van, amiben értelmet találok, és szeretném megcsinálni, és aztán vagy terhes leszek, vagy jön egy Covid, vagy egy gazdasági válság, és akkor ez kicsit így felülírja, hogy lehet. Az egy nehezebb dolog, hogy lehet költségvetést teremteni. Szóval ez az lenne, hogy ez egy nagyobb lélegzetvételű dolog lenne. De szóval több ilyen ügyem volt már, úgyhogy alapvetően ez még mindig egy társadalmilag fontos ügynek tartom. Kicsit tág a kérdés, de igyekszem majd is szűkíteni, ahogy megyünk bele, hogy szerinted ma Magyarországon jobb nőnek lenni, mint mondjuk 2008-ban, és azzal próbálnám kicsit keretezni, hogy egyrészt nyilván van mondjuk a Fidesz által képviselt nőkép, vagy hát ami ugye nagyon domináns mondjuk az ilyen hivatalos megszólalásokban, hogy gyakorlatilag ez a biológiai reprodukcióra, mint az ilyen elsődleges funkciója a nőnek, vagy nem tudom, szülőgépek, és tehát hogy az egész, nem tudom, lakhatás is azzal van összekapcsolva, hogy akkor tudsz mondjuk egy ilyen biztosabb lakhatás, hogyha nem tudom, gyereket vállal, stb. Hát nyilván ez a nőkön múlik elsősorban, hogy akkor nem tudom, szülnek-e vagy vállalnak-e gyereket, de közben a nemzetközi térből, ami azért nyilván Magyarországra is egyre jobban begyűrűzik meg, egy ilyen teljesen ellentétes hatás jön, és mondjuk ami mondjuk nyugaton, vagy hát mondjuk az ilyen európai kultúrkörben ott már szinte kanonizálódnak olyan alapvetések, egyenjogúságról, női szerepekről. Hogy ember. Igen, akár ilyen állításokat is meg lehet tenni. Szóval itt azért van két ellentétes hatás, és hogy akkor igen, így tenném fel akkor újra a kérdés, hogy még 2008-hoz képest milyen ma nőnek lenni Magyarországon. Nyilván ez azt is, szóval, hogy így nehéz megválaszolni, mert hány éves nő, milyen színű a bőre, stb. Szóval értem a kérdés lényegét egyébként, de először is szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy persze kicsúcsosodik abban, hogy a Fidesz rafináltan, vagy éppen nagyon explicit módon, hogy fogalmazza meg, hogy számára mi a hasznos nő, vagy milyen a hasznos nő, életkorilag, adózás technikailag, gyerekszámba, stb. De azért egyrészt szóval, hogy nem bővelkedik a másik oldal sem abban, hogy olyan konzekvens állításokat, lehetőségeket, árnyalást, komolyabb akár önkritikát gyakoroljon, hogy számára mondjuk mit jelent máshogy. Szóval azért nagyon sok minden maradt ki, akár a
Szóval akár az undergroundra is visszatérhetnénk, a rendszerváltó ellenzékre, a későbbi politikai elitre, azok azért mind nagyon erősen férfi dominált projektek voltak, ahol nagyon szűk, nagyon leosztott, és szám szerint is minimális hely jutott a nőknek. Szóval azért nagyon sok történelmi dolgot kell behozni, ezért tartom fontosnak, hogy ezt nem csak a Fideszre kéne kihegyezni. És hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy most mondjuk választási év van, és mondjuk elvileg az ellenzékben nagyon sokfajta módon a piacitól a magát baloldalinak nevező, nem tudom, azért középmérsékelt X, nagyon különböző hangok vannak, azért az nem látszik, hogy mi az a... Szóval mi ez az egyértelmű alternatíva, vagy akár bármilyen alternatíva, amit konzekvensen akár az elmúlt 4,5 évben felépítettek volna például a nők viszonylatába, hogy mire gondolhat most egy fiatal, egy középkor, vagy egy idős nő, mi a gondolatuk róla. És itt nem a Fideszre adott reakciók szintjén, mert azt oké, azt értem, meg az egy ilyen egyszerű dolog, hanem hogy a saját agenda mi. Szóval ilyen szempontból a politikai elit től nem nagyon látszik, hogy mit gondol a nőkről. Sajnos lefolytotta az is, bár sokkal több hang van, és sokkal ez is, hogy mondjam, azért ilyen szénafüggő, de hogy ezért sokkal több fantasztikus megnyilvánulás van kulturálisan, meg mindenféle szinten, tehát például az is, hogy szerintem az is egy szuper dolog, hogy mondjuk például a pedagógus szakszervezeti élvonalban milyen értelmesen fogalmazó, komoly, egzisztenciális kockázatot vállaló nők vannak, hogy például látsz egy ilyen nagyon komoly női agendát. Na mindegy, szóval ezek fontos kérdések. Szerintem azt nem tudom, hogy jobb-e. Azért gondolkozom ezen, mert közben ilyen túl ideáltipikusan rajzolnánk fel azt, hogy nemzetközileg mi zajlik, mert nemzetközileg is, ha azt nézem, akkor egy nagyon masszív neokonzervatív visszarendeződés van egy csomó szinten. Persze bizonyos dolgok jobban látszanak, persze bizonyos jelenségek vannak, ahol vannak részharcok, meg bizonyos tapasztalatokba sokkal több tabu dőlt meg. Egyébként szerintem ilyen az anyaság is, meg a terhesség, meg egyáltalán a kisgyerekes kor, stb. De például, hogy azt nézed, hogy ilyen jogi szinten mondjuk hol tart az abortusz diskurzus, ami alapvetően egy 70-es évek legelei téma volt, amit ott nagyon sok helyen megharcoltak azok a nők, akik a 70-es évek legelején vetették fel, és most egy csomó helyen gyakorlatilag oda jutottunk vissza, és nyilván egy csomó mindenben lehetne tovább mondani, vagy az, hogy mit vár el, milyen döntési pozíciót egy kapitalista berendezkedés, az anyaság és a gyerekeddel vagy muszáj leadnod a gyerekedet, és akkor viszont a munkában ott tudsz lenni. Szóval ezek azért... kevés árnyalják, inkább egy kicsit úgy bemossák azt, hogy valóban haladunk-e afelé, hogy azok a speciális tapasztalatok vagy kérdések, azok úgy vannak-e feltéve, hogy a nőknek valóban jobb-e most. De miért 2008 egyébként? Most ezen gondolkozom. 15 évet akartam, tehát valahogy nem akartam mondjuk kifejezetten 2010-hez, a 15 az meg azért az is valamilyen szintű. Azt nem tudom, mi volt 2008-ban egyébként, ez már így a demencia része. De lehet mondani 2003-at vagy 2004-et is. Igazából ami felé, vagy ami az én gondolkodásomban ilyen dilemmaként megjelenik, hogy van mondjuk a tényleg a nagyon domináns ilyen kormánypárti diskurzusban egyfajta nőkép, és hogy azért, ha csak ilyen nagyon felszínes kulturálisan is, hogy a Barbie film, vagy a TikTok, nem tudom, videókban meg van egy tök másfajta, és még hogyha mondjuk gazdasági szempontból ez nem is jelenik meg, mondjuk feltétlenül a nyugat-európai országban, de mondjuk azért azt, mondjuk Európai Unióban az mondjuk azért is sokkal inkább téma már, hogy mondjuk egyenlő bért kapjanak. Ez mondjuk a magyar diskurzusból azért ez viszonylag hát kétségtelen, de azért tudod, kimarad. Hogy nehezen csorog le, szóval... Hát na, de hogy erre próbálnék valamilyen szint választ kapni, vagy ezen gondolkodni, hogy ez a két ellentétes irány, ez hova fog kifutni, vagy hova futhat ki? Hát
Az biztos, hogy nagyon nehéz összefésülni, ugye ezt más szempontból is mondtam, szóval nagyon nehéz összefésülni egy fiatalembernek, aki érezhetően már mondjuk így egy ilyen általános kulturális minimumnak tekint bizonyos fogalmakat, amik most itt akár ilyen vicc, vagy nevetség, vagy kritika tárgyai, vagy teljes eliminálásban vannak. Szóval ez biztos, hogy baromi nehéz összefésülni. Elég sok komoly, kritikus, negatív dologról is beszélgettünk most, vagy súlyos témákról, úgyhogy zárásképpen azt kérdezném meg tőled, hogy, hogy mi az, amiből te mondjuk erőt merítesz, ami mondjuk boldogságot tud adni egy olyan világban, ahol azért láthatóan elég sok negatív dolog is történik. Hát egész őszintén sok mindent mondhatnék, tehát például nekem az egész anyaság nagyon megváltoztatta az emberképemet, sajátomat, hogy nézek mások gyerekeire, mi minden jön fel az emberben, hogyan látja hangsúlyait annak, hogy mi a produktivitás, stb. De hogy ezt most egy kicsit félreteszem, akkor egyébként, és ezen a Zsolt biztos nevetni fog, tehát az, hogy én pont az üzletem miatt elkezdtem nagyon aktívan, korábban még külföldön is, de az alapvetően az országba, meg itt Budapesten és a környéken különböző úcska piacokra, bolha piacokra és egyáltalán ilyen másodlagos piacokra járni. Korábban is megvolt ez, de hogy most lett egy olyan felhatalmazásom, hogy gyakorlatilag kell, és vásárolnom kell, és keresnem kell, és megvolt ez a linkem bizonyos emberekkel, akik tudom én kamaszkorom óta nagyon fontos szereplők voltak, akik egy ilyen kvázi fekete-szürke gazdaságba kezdtek még a maszekoláson a 80-as években, épp most az években halnak meg sorra, akiknek az életszemlélete, a vállalásai, egyáltalán az, hogy hogyan gondolkoznak arról, hogy mit csinálnak, miért csinálják, mennyire nagyvonalúak, mennyire nyitottak emberként. Szóval nagyon árnyalta azt, hogy egyébként hogyan gondolkozunk például pénzről, gazdaságról, adózásról, nem tudom, fekete-fehérről, önrendelkezésről, stb. Na mindegy, szóval az, ami igazán visszaadja nekem, vagy visszaadta egy a társadalomban, meg az emberekben való hitemet, az pont ez a piacozás, ahol látsz egy olyan mikrotársadalmat, ahol nincs kontroll, maximum annyi, hogy kérkezik oda előbb, és akkor jobb helyet foglal, vagy van bérelt helye, de hogy van egy ilyen nagyon nagy informalitása kinézetileg is, meg egyáltalán ennek az árulásnak, az is, hogy hogy van kitéve, hogy ki miben lát értéket, hogy a totál értéktelen is szemét is valakinek értékes lesz, hogy ott a pénzmozgás teljesen kivonódik abból, hogy egyébként mit kell még leadnod valahova, amit majd valaki kezel, és majd esetleg abból neked jó lesz, hanem ott van valaminek ára, kicseréltek a pénzt, ő odaadja a motyót, és itt van vége. És mérhetetlenül nagy nyitottságot látok, nagyon nagy, nyilván ezt nem kell mondanom, hogy etnikailag, társadalmi osztályilag mindenhogy egy iszonyú vegyes kép. Azt látom, hogy mindenki tök jól megérti egymást, előzékeny, ha a gyerekeimmel megyek, akkor ránéznek, nem tudom, egy gyümölcsre vagy játékra, így adják oda nekik. Tehát, hogy látok egy olyan tök ideális társadalmat, ahol nincs ez a felső hatalom, ami megszabja, hogy mi hogyan legyen, hogy levesz abból, amiért valaki ott megdolgozik. Most nagyon leegyszerűsítem, de hogy alapvetően érdemes így is nézni. Nagyon nagy a nyitottság, rendkívül sok, iszonyatosan tájékozott ember van, akár politikailag, közéletileg, mindenhogy. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon ideális, őszinte, egy ilyen nettó emberi tapasztalatod ott, amit borzasztó jó megélni, és akkor pár év alatt így kialakul az, hogy találkozol ismerősökkel, akik Nyíregyházántól, nem tudom, Győrig, itt-ott is árulnak, akik úgy fogadnak, akik aztán meghívnak a házukba, meg ott, mert ott még több minden van. Megismered azt, hogy hogy függ össze a fém politika, hogy így mondjam, mert ugye ez is most nagy politikai szintre került.
azzal, hogy egyébként mit jelent még így ezt a mindenféle ilyen használt, meg ilyen kvázi szemét, motyót összeszedni. Szóval egy nagyon, nagyon árnyalt, nem látható világ van, ami számomra egy borzasztó vonzó és nagyon más emberképet rajzol abból, amivel mondjuk ilyen formális helyeken találkozom. És ez tök nagy hatással volt rám, hogy egyébként hogy vezetem az üzletemet, hogy vagyok én is előzékeny, hogy nincsenek ilyen nagyon, nagyon merev ilyen komerciális számítások, hogy mi éri meg, mi nem éri meg, hogy bízol emberekben, hogy mondjuk odaadsz valamit, és majd kifizeti, vagy behozza. Szóval ezek olyan gyakorlatok, amik szerintem nagyon erősen kiadnak koncentrikusan, hogy utána hogy kezdesz működni máshol, vagy legalábbis nálam ez abszolút így volt. És igazából azt látom, hogy így e felé megyek. Tehát valószínűleg valami piacos, ószeres, fekete kereskedő leszek öreg koromra. Ez egy nagyon izgalmas végszó volt. Sok témában akartalak volna még kérdezni, de most ennyi fért bele a mai adásba. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Köszi. Ha több ilyen hosszú interjút szeretnétek látni, akkor ne csak a csatornánkra iratkozzatok fel, hanem támogassátok rendszeresen a Telexet.